Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, előttem pedig a Vétek SP1-es mobiltelefon készülék, ugye idősebb korosztálynak szánta a gyártó ezt a készüléket, ami szerintem egy nagyon jó ötlet és nagyon jó funkciók vannak rajta, tényleg látszódik az, hogy a korosztály meg van célozva, de ezt majd ugye leginkább a következő videóban tudom bemutatni, hogyha tényleg idős tag van a családban, akkor ezt meg fogjátok majd abban a videóban is érteni. Hát most egy kicsit a hardware-ről fogok beszélni, illetve a specifikációról. Ugye a kijelzőnk az egy 2,3-szolos QVGA nagyfényerejű TFT LCD panelt kapott, és MediaTek MT6260S processzor csücső benne, ARM 7-es, 64 MB belső tárhelyünk van. Memóriakártya foglalat az van a készülékben, 32 GB-os microSD kártyát fogad maximum a készülék, ennyit tud kezelni, hogyha esetleg fényképeket akarunk készíteni. Van a készülék hátulján egy narancssárga gomb, ami egy nagyon durvá jó ötlet. Igazság szerint én még ilyen telefonnal nem nagyon foglalkoztam idősebbeknek telefonnal, csak az, mindig az volt az első kérdés, hogyha valaki kérdezte, hogy olyan telefont keres, amin brutális nagy nyomógombok vannak, hogy jól látható legyen. Na most ez ennél a telefonnál megvan, de ráadásul van itt egy narancssárga gomba kamera alatt, amit hogyha nyomva tartunk, akkor föl lehet programozni egy úgynevezett, ez egy SOS leadás, ez egy vészjelzés, hogyha folyamatosan nyomjuk azt a narancssárga gombot, akkor egy beprogramozott, amit a telefonba beállítunk, egy beprogramozott telefonszámot el is kezd hívni a telefon, szóval nem kell azzal foglalkozni, hogy kikeressem a nevet, hogy kit akarok hívni, megnyomom azt a gombot, és tényleg hívja azt az illetőt, akit én beprogramoztam a mobiltelefon készülékbe. Ez egy nagyon durvá jó ötlet. Én mondom, én még nem találkoztam ilyennel, lehet, hogy más gyártók már régebben megcsinálták, én most találkoztam először ezzel a megoldással, így ilyen telefontípusoknál, és én azt mondom, hogy tényleg le a kalappal. Ugye a telefonunk az kártyafüggetlen és dual SIM-es, két SIM-kártyát, két normál méretű SIM-kártyát tudunk behelyezni, dual SIM standby, amíg az egyiken beszélünk, addig a másik lecsatlakozik a hálózatról, Bluetooth modulunk van benne, 3.0-es Bluetooth modul, nagy teljesítményű hangszórót kaptunk, de ez azért is jó, mert ugye van egy FM rádió gomba a telefonkészüléken, amivel el tudjuk indítani az FM rádiót, hogyha ezt meghúzzuk, vagy le is tudjuk kapcsolni, és tényleg egy ilyen kis zsebrádió feelinget ad, hogyha kivesszük a zsebünkből, akkor tudunk rádiót hallgatni, ugye, hogyha fülünk közt tartjuk, vagy lerakjuk az asztalra. Hát ugye ez megint az idősebb korosztálynak, de hát nekik is találták ki ezt a készüléket, tényleg egy nagyon jó megoldás, mert én nap mint nap találkozok a családomon keresztül ilyen dolgokkal, és tényleg azt mondom, hogy tényleg odafigyeltek arra, hogy mire van szükség ennél a korosztálynál. Ugye úgy, hogy van FM rádiónk, van LED lámpánk, amit a telefon tetején helyezkedik el, és a LED lámpánknak is van egy gyors kapcsolója itt a bal oldalán. Van itt egy kapcsoló, ott az elemlámpa, hogyha felhúzzuk, akkor ezt a LED lámpát, elemlámpát be tudjuk kapcsolni. Ez is tényleg egy nagyon hasznos dolog. Úgyhogy tényleg mindent így próbált a gyártó belegyúrni ebbe a kis készülékbe, ami így mindennapi, hétköznapi használat során idősebb korosztálynál előfordulhat. Ugye a kameránk az van, 0,3 megapixeles hátlapi modulunk van, hát a minősége nem igazán jó, de ez a telefon nem is erről szól, hogy csúcsminőségű profi képeket készítsünk, ha valamit nagyon le akarunk fotózni, akkor meg tudjuk tenni vele, és ugye mivel bővíthető a belső tárhelyünk 32 GB-tal, bármennyi fotót el tudunk rajta helyezni. A hangfelvevő az van benne, ugye microSB csatlakozása van a készüléknek, ugye egy 3,5-es stereo jack csatlakozó is van, ugye fülhallgató kimenet, hogyha az alját nézzük, de ezt már mutattam nektek a kicsomagoláskor, itt van nekünk a mikrofonunk, jack csatlakozó, itt van a dokkoló csatlakozónk, ugye dokkolóról töltéshez is itt van nekünk a microSB csatlakozónk, hogyha esetleg arról akarjuk tölteni a készüléket. Úgyhogy ezek lennének a csatlakoztatási lehetőségek. Kivehető akkumulátorunk van ugye a csomagban, de ezt már mutattam az előző videóban, egy 1000 mAh-es akkumulátorról beszélünk. Hát a gyári specifikáció szerint ez az 1000 mAh-es akkumulátor készenléti üzemidőre maximum 285 órát írnak, és beszélgetési üzemidőre maximum 15 órát írnak, úgyhogy egész jó üzemidővel kecsegtet, de hát tényleg nincs a bilemerítse, szóval a háttérben nem szinkronizál, nem egy Androidot futtat, úgyhogy tényleg ezt az 1000 mAh-es akkumulátort nincs, ami teljesen leszippantsa rövid időn belül.
A méretről annyit, hogy 13,2 mm vastag, szóval teljesen egy kis átlagos mobiltelefonnak mondható, és a súlyunk az pedig 93 g akkumulátorral együtt, úgyhogy nem is mondható nehéznek, de hát egy ilyen kis dizájnos, kis műanyag telefonról beszélünk. Ami engem meggyőzött, hogyha már itt a hardware-ről beszéltünk, nagyjából végig is zongoráztuk, ugye már a kicsomagolást, mert tényleg nem lehet sokat róla beszélni. Ami engem meggyőzött, az egyrészt az SOS gomb, ugye ez a narancssár gomb, amit nyomva tartok és hívja a felprogramozott telefonszámot vagy telefonszámokat, és ezek a gyors kapcsolók, ugye az FM rádiónak a funkciója, ugye a feloldásnak vagy a zárolásnak a funkciója, és például itt van még a hangerőszabályzó, vagy itt van még nekünk egy elemlámpa gombunk. Valójában, hogyha idősebb korosztály tényleg van a családban, és tudjuk azt, hogy FM rádiót kapcsolnak, nem nagyon akarnak nyomkodni, járkálni a telefonnak a menüjében, vagy éppenséggel fel akarják oldani a telefont, vagy éppenséggel elemlámpát akarnak kapcsolni, mert éjszaka fölkelnek és járkálnak, és valamiért az elemlámpát kapcsolja föl, nem pedig a villanyt, mert lehet, hogy spórolni akar, ugye ez előfordulhat. Kicsit viccesen hangzik, de tényleg idősebb korosztálynál ez lazán előfordulhat, úgyhogy erre nagyon figyelt a gyártó, és ezért le a kalappal a VTEC SP1-es előtt. És akkor mindjárt egy kicsit bekapcsoljuk, megnézzük a színtárcát, a színbehelyezést, meg megnézzük a microSD kártya behelyezést, és akkor még egy kicsit beszélni fogok róla. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról, előttem pedig a VTEC SP1 mobiltelefon készülék időseknek. Sziasztok!